Üdvözlök ismétel mindenkit! Az előző videóban lecsávva egy Windows 7 módosított telepítőlemez. Mostan egyáltalán meg fog-e felállni a gigabyte USB flash írónak, ami hozzá fog adni még egy pár szükséges meghajtó illesztő programokat rá lehessen telepíteni a gigabyte GA 3800NS alaplapra. Külön van hozzá egy tools, le kell tölteni, és akkor meg van oldva, és látszik nagyobb az oldal gigabyte E3800N-hez mindössze 15 wattot fogyaszt, ami általában mi van kapcsolva, le lesz mérve olyan 35 wattnyi fogyasztás jelent, dupla annyi valóságban, 100%-os hajtáson, és addig le lehet tölteni, van ilyesmi, hogy tudszak hozzá, kell majd külön tölteni a driverokat is, a supportban. TT frissített verzió 2017 10. hónap 31-ei. Az 1. verzió. Szépen lassan lementi. Látszani rajta az, hogy mennyire is fontos, ami driverekat fog hozzáadni, és ha jó fog lenni, én megbízok magamban. Abban, hogy jó csináltam meg, ha nem lesz jó, akkor nem lesz jó. Akkor annyi nem lesz Windows 7 a merev lemezen. Meg lehet venni ilyesmit, és nem kell rajta gondolkodnotok. És nagy valószínűsége ez a 2013-as számítógép nem lesz többé jó ideig bekapcsolva. Feleslegesen jó sok wattot is fogyaszt, még rossz logikán lett megvéve, hogy aki ilyen számítógépet meg tud venni, komoly gondja lehetnek. Szóval olyasmi, hogy arra jól néz a virtuális világot, streamelkessé rajta, nem annyira, csak nézed a másikat, hogy mit csinál. Arra jó volt, ahogy nagyon semmi másra sem, főleg a Windows 10-zel, mindenbe beleszól, nem ad az egyének szabadságot. Hogy valaki van, hogy figyelj a frissítést, jön a frissítés, vagy nem jön, most már többször nem lesz rajta. Ha minden jó megy, máma lesz kapcsolva. Megfogom. És egyszerűen ki lesz vive egy merev lemez belőle, és át lesz rakva egy másik számítógépbe. Azelőtt még le lesz töltve egy 2016-os distro CO, és azon lesz még vagy más is. Csak így szorakozzik az internet szolgáltató is. 99%-on van. Kitessége szombat van, és akkor még van terhelve.
hálózatocska. És itt van, nem a másikét. Számtalan vannak csinálva, mi nem azt, hogy Windows 7 Lite X64. És kijönnek ilyen torrent oldalak. Tölteni. És van. Hozzá lehet adni. Super light verzió. És egy gonddal vele, hogy ez már módosított. Trepítő. És az ember hozzáadni a gigabyte-es driverokat. Most letöltötte. Itt van. Át kell másolni. Mappát! De USB. És itt van az, hogy át van másolva, és minden jó megy, rá fog íródni a flashre, és aztán a flash, ami ráíródott, felesz rá egy strapít fel a verevlemez, ami lesz rajta három darab rendszer. Debian, egy OpenSUSE, egy Windows, egy Microsoftos termék. Fő a változatosság, és már meg is van. Kiválasztom a foldert, csak másik itt át kell állítani. Minden igaz, ez az ISO is fel lesz töltve. Megosztó oldalakra lehet látni, hogy mi is lett benne. Módosítgatva, akkor mindenki képes ilyesmit csinálni. Rajta van. És be kell zárni. És indult már. És ez meg fogja csinálgatni. Jó sokáig fog tartani. Még átmátosolgassa ide-oda. És még van oldva. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.